Az önkormányzat elbontatta, ezért csak a füves terület maradt az Ágoston téri busz megállónál Pécsen. Korábban ez a színes esőbeálló volt itt, amit a kétfarkú kutyapárt tagjai állítottak fel. Az ispitaljára kellenek az ilyen zárt várakozók, akár önkormányzati, akár más felajánlásból, mondja a terület képviselője. Látjuk azt, hogy Péter Fiatila polgármester úr buszmegállókat elbontatni már gyönyörűen tud. Mi azt szeretnénk, hogyha építene is. Itt az ispitaljai városrészben 8 helyen a 4-es buszvonalának gyakorlatilag a teljes útszakaszán, ispitaljai útszakaszán 8 darab ilyen esőbeállóra, buszváróra lenne szükség. Jól látszik, hogy semmi nem védi az esőtől, hótól, széltől, napsütéstől a várakozókat ezekben a buszmegállókban. Ezért határozott fellépésre kéri a képviselő a polgármestert, de a városüzemeltető cég vezetőjét is. Akinek egyébként egy határidőt is szabnánk, ugyanis az idei évben is fogunk szavazni majd a prémiumáról. Ez több mint 11 millió forint, hogyha a 12 hónapi prémium mennyiségét összeszámoljuk ebben az évben. És hát ennek kapcsán azt is ki lehet számolni, hogy a kétfarkú kutyapárt az a saját bevallásuk szerint 150 ezer forintból építette föl ezt az esőbeállót az Ágoston téren. Hát nagyjából 100 ilyen esőbeállót föl lehetne építeni a Megszer úrnak a prémiumából. Még decemberben építették a kétfarkúak a színes esőbeállót a pécsi Ágoston térre. A polgármester azonnal el akarta bontatni a kaibát, ahogy a közleményében jelezte. Ezért kereste az építőket az önkormányzat, de választ nem kaptak. Így hétvégén elbontották és elszállították a faszerkezetet a Biokom munkatársai a telephelyükre.